Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Babóca virága. Egy tavaszi napon Babóca, a Katica lány, ültetett egy virágpalántát a háza elé. Arra jött Gömbi, a virágbogár. Nagyra nem majd? Kérdezte Babócától. Igen, nyárra nagy bokor lesz belőle, tele virágokkal. Mire beköszöntött a nyár, a bokor virágokba borult. Aki elment mellette, mind beleszippantott a kellemes virágillatba. Nagyon szép, dicsérgette a bokrot Pihe, Bogyó, Baltazár, Vendel és Gömbi is. Nyár közepén tikkasztóan melegre fordult az idő. Babóca épp a virágát öntözte, amikor Kelemen, a kanári, meghívót hozott neki. Kata írt, arra kér, hogy látogassam meg, újságolta izgatottan Gömbinek. Menj csak, Babóca, én majd öntözöm a virágodat. Köszönöm, Gömbi. 6 napig leszek távol. Kérlek, minden nap locsold meg, különben elszárad. Nem felejtem el, ne aggódj, ígérte Gömbi. Gömbi másnap és harmadnap becsülettel meglocsolta a virágot reggel és este. Hazafelé menet elhaladt Pihe háza mellett. A lepkelány épp a háza tetejét festette sárgára. Én is szeretném átfesteni a házamat. Sok festékem maradt, szívesen neked adom. Gömbi boldogan elfogadta nagy vödör festéket. Másnap korán reggel munkához is látott. A festés annyira lefoglalta, hogy a következő napokban el is feledkezett a virágról. Csak akkor jutott újra eszébe, amikor Babóca hazaért, és zokogva dörömbölt Gömbi ajtaján. Gömbi, elszáradt a virágom! Jaj, megfeledkeztem róla! Kiáltott rémülten a virágbogár. Együtt álltak a hervadozó növény mellett. Meglocsolták, de nem használt. A bokor bánatosan lógatta az ágait, és sok szirmát lehullatta a földre. Itt csak egy nagy eső segítene, állapította meg Vendel, a szarvasbogár. Egy igazi nyári zápor, ami átitatja a földet. Es, eső, es, holnap délig es, zapszaporodjék, búzabokrosodjék, az én hajam olyan legyen, mint a Csikó farka, még annál is hosszabb, mint a Duna hossza. De az eső nem esett. Gömbi nagyon szerette volna felvidítani Babócát. Törte a fejét, hogyan hozhatná helyre a dolgot. Végül támadt egy ötlete. Kedves felhő, szórj egy kis esőt az erdőnkre. Babóca nagyon szomorú, elszáradt a virágja. Már késő van, álmos vagyok, dünnyögött a felhő. Majd holnap, talán holnap. Azzal a felhő lehunyta a szemét, és már is elaludt. Amikor Babóca kilépett a házikójából, épp a tenyerébe hullott egy kövér esőcse. Esik! Hurrá! Esik! Bogyó, esik az eső! Egyre sűrűbben esett. Babócáék sosem örültek még ennyire az esőnek. A bokor nyújtózkodott egyet, és felemelte lekonyuló ágait. Újra kinyitotta a virágait, és elégedetten itta az esővizet. Nézzétek, már nem lógatja az ágait, megerősödött, szólt a Katica lány. Nem csak megerősödött, meg is nőtt, tette hozzá Bogyó. Gömbi összegyűjtött egy kupaccal a virág lehullott szirmaiból, és felröppent a felhőhöz. Köszönöm! És kacagva teleszórta a felhőt az illatos virágszirmokkal.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Robot. Egy őszi napon Frici, a cincér, meglátogatta régi barátját, Vendelt. A szarvasbogár nagyon megörült távoli ismerősének. Hoztam neked valamit, mondta titokzatosan Frici, és egy dobozkát nyomott Vendel kezébe. A szarvasbogár izgatottan bontotta ki a csomagot. Egy ezüst színű robot volt benne. Neked építettem, tud lépegetni, vicces hangokat adni, és világítani is. Vendel elbűvölve csodálta a robotot. Köszönöm, Frici, nagyon fogok rá vigyázni. A cincér 3 napig vendégeskedett a szarvasbogárnál. Sokat beszélgettek, fociztak, finomakat ettek, nagyokat sétáltak együtt. A 3. nap végén Frici elköszönt Vendeltől és tovább indult. A szarvasbogár hirtelen magányosnak érezte magát. De nem sokáig volt egyedül, hamarosan Bogyó, a csigafiú kopogtatott. Szia, Vendel! Van kedved gombfocizni? Persze, már is mehetünk, de előbb hadd mutassak valamit, mondta Vendel. Székreállt és leemelte a robotot a könyvespolcról. De a szék megbillent a lába alatt, és a kis figura kiesett a szarvasbogár kezéből, és millió darabra esett szét. Jaj, a robotom! Széttört a robotom! Jajdult fel Vendel. Próbáljuk meg összerakni, javasolta Bogyó. Jó, dünnyögte Vendel. A két fiú sokáig küzdött, de sehogy sem sikerült a darabokat összeilleszteni. Hívjuk át Dömét, ő mindent meg tud szerelni, javasolta Bogyó, és a két fiú sietve elindult. Még az ajtót is nyitva felejtették. Hamarosan megérkeztek Döme házához. Szia, Döme! Kérlek, segíts! Kaptam egy robotot Fricitől, de elejtettem és szétesett. Te biztosan össze tudod szerelni, siránkozott a szarvasbogár. Most sajnos nem érek rá, Vendel. Megígértem Ugrinak, hogy még ma megszerelem a bicikliét, de holnap majd átmegyek hozzád és segítek, jó? Mondta a krumpli bogár. Csak holnap. Hát jó, akkor gyere át holnap, szipogott a szarvasbogár. Bogyó és Vendel szomorúan búcsút vett a krumpli bogártól, és elindultak visszafelé. Ez alatt Gömbi, a virágbogár sétált el Vendel háza előtt. Csodálkozva látta a nyitott ajtót, és kíváncsian bekukkantott a házba. Észrevette a földön a szétesett robotot. Leült, és türelmesen szerelgetni kezdett. A szarvasbogár bánatosan lépett be a házba, de amikor meglátta a robotot, minden rossz kedve elszállt. A robot újra lépegetett, víjogott, pittyegett, világított, mintha mi sem történt volna. Szia, Gömbi! Te hogy kerülsz ide, és mi történt a szétesett robottal? Erre jártam, és bejöttem, mert nyitva volt az ajtó. Megláttam a robot darabjait a földön, és megszereltem. Vágta rá büszkén a kis virágbogár. Vendel örömében felkapta Gömbit, és 3-szor a magasba repítette. Hurrá! Nagyon ügyes vagy, Gömbi! Köszönöm! Másnap Vendel babócát is áthívta, hogy megmutassa a robotot. Hamarosan Döme is megérkezett, ahogyan megígérte. De a robotot már nem kellett megszerelni, jobb volt, mint újkorában. Vendel többé nem tette fel a robotot a polcra, nehogy újra leessen. Inkább lent tartotta a kis szekrényen, az ágya mellett.
Gyógyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Gyógyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Gyógyó és babóca, két jó barát kalandja. A hangyák kórusa. Az erdő kis lakói elhatározták, hogy ünnepi koncerttel búcsúztatják el az évet. Holnap lesz az év utolsó napja, szónokolt Bagoly doktor. Sötétedéskor legyen itt mindenki, és zenéljünk együtt. Én leszek a karmester. A hangyakórus fog énekelni, mi pedig kísérjük őket csengettyükkel, csörgőkkel, dobokkal, mondta Babóca a Katica lány. De honnan szerzünk ilyesmit? Kérdezte Bogyó. Készítünk magunknak, javasolta Pihe. Gyertek el holnap hozzám, és hozzatok magatokkal mindent, ami hasznos lehet. Gesztenyét, tobozt, hulkapálcát. Nekem van egy egész láda csengettyűm, elhozom azt is, szólt Milla a hóbogár. Hurrá, ez nagyon jó ötlet, lelkendeztek a többiek. Másnap mindenki korán kelt, és összegyűltek Pihe házában. Hozzáláttak a tervezgetéshez. Csak hamar jobbnál jobb ötleteket vetettek papírra. Mindenki mást készített. Babóca kifúrt egy tojást, rizsszemeket töltött bele, aztán két kanál közé fogta a tojást, és ragasztó szalaggal körbe tekerte az egészet. Ügyes kis csörgő lett belőle. Gömbi kavicsokat rakott egy konzervdobozba, ez jóval hangosabb volt, mint babócáé. Vendel egy kör alakú dobozból, néhány fagolyóból, zsinórokból és egy botból fabrikált magának ütőhangszert. Bogyó megtöltött egy papírgurigát papszemekkel. Baltazár gesztenyecsörgőt készített. Kifúrt néhány gesztenyét, felfűzte egy drótra, és büszkén megrázta. Pihe fémkupakokat vett elő, felerősítette egy-egy zsinórra, a zsinórokat pedig rákötötte egy bot végére. Igazi csörömpölő hangot adott ki. Mind lelkesen próbálgatták a hangszereiket, zengett a ház a hangos csörömpöléstől, amikor egyszer csak betoppant Milla. Elvesztettem a csengettyűket, sírt kétségbe esve. Keressük meg a csengettyűket, javasolta Bogyó. Ott lesznek valahol az út mentén, csak végig kell mennünk az úton, ahol a szánkó haladt. Mind elindultak a hófötte erdőben. De hiába keresték, kutatták a csengőket, hiába járták végig az egész domboldalt, egyetlen csengettyűt sem találtak. Ez nem lehet, nem tűnhettek el, mérgelődött Vendel. Így nem lesz csengőszó, szipogott Milla. De lesz, nyugtatta meg Bogyó. Ne búslakodj, Milla, elhozom a szélcsengőt, amit a télapótól kaptam. Sötétedéskor az erdő összes kis lakója összegyűlt a dombtetőn. Már csak Bagoly doktor hiányzik, karmester nélkül nem kezdhetünk bele, mérgelődött a hangya királynő. Ott van, megjött Bagoly doktor, kiáltott ekkor Vendel, és az égre mutatott. Ide nézzetek, mit hoztam! A csengettyűim, megtaláltad őket? Kérdezte meglepetten Milla. Igen, láttam a magasból, ahogy csillognak a hóban, és nyomban összeszedtem mindet, mesélte büszkén a Bagoly. Akkor ezért nem találtunk már semmit sem a hegyoldalon, mondta nevetve Milla, és megölelte Bagoly doktort. A hangyakórus belekezdett az első dalba, felcsendült a vidám énekszó. A Szent János bogarak csengették Milla csengettyűit, szólt a sok csörgő, az erdő megtelt muzsikával. Hajnalig szólt a dal, a kis barátok vidám énekszóval köszöntötték az új évet.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Kagylók. Szellő a szitakötő, és Ugri a szöcskelány kavicsot gyűjtött a patakparton. Arra jött Bagoly doktor. Gömbihez megyek, fáj a torka, mondta, és tovább sietett. De a következő pillanatban elbotlott egy kiálló gyökérben, és nagyot esett. Az orvosi táska messzire repült, kinyílt, és minden kizuhant belőle. Ugri és Szellő segített összeszedni a szétszóródott holmikat. Az orvosi műszereken kívül sok apróságot találtak. Ezeket mind a betegeimtől kaptam. Ezt a sok szép kincset nem az orvosi táskádban kellene tartanod? Igazad van. Majd keresek egy kis dobozt, bólogatott a Bagoly. De most sietnem kell, Gömbi már vár. Viszlát, Bagoly doktor, kiáltottak a lányok. Szellő és Ugri hazafelé sétált, amikor Babóca háza előtt meglátták a vörösbegyet. A madár épp elbúcsúzott a Katica lánytól. Indulnom kell, hosszú az út a tengerig, csipogta. A tengerhez mész? Mi is veled mehetünk? Kérdezte izgatottan Szellő és Ugri. Szívesen elviszlek titeket, válaszolt a madár. A magasból jól látszott az egész erdő, a kerek tó, a sok kis ház. Hosszan utaztak így, mire végül elérték a végtelenbe nyúló nagy kékséget, a tengert. Köszönjük a segítséged, kedves vörösbegy, és már szaladtak is a homokos tengerpartra. Szebbnél szebb kagylókat gyűjtöttek, alig bírtak betelni velük. Nézd, ez is csodaszép, beteszem a szatyorba, szólt Ugri, és a kis táskában egyre gyűltek a kincsek. Arra jött a rák, nem vette észre a homokszínű szatyrot, és nagy lendülettel átgyalogolt a gondosan összegyűjtött kagylókupacon. A sok kagyló mind ripityomra tört. Jaj! Jaj, a kagylók! Rémülten kiborították a táska tartalmát a homokba, de egyetlen kagyló sem maradt épségben. Sírni kezdtek. Ne szomorkodjatok! A legszebb kagylók úgysem a parton vannak, hanem mélyen a tenger fenekén. Majd én hozok nektek százszor szebbeket. Ez már tetszett a lányoknak. A rák rögtön a vízbe vetette magát, és hamarosan káprázatos kagylókkal tért vissza. Így ment ez egészen addig, míg megtelt a táska. Szép kagylókat hoztál, rák. Köszönjük. Ideje elindulnunk hazafelé. Meg kell keresnünk a vörösbegyet. De a vörösbegynek esze ágában sem volt nyomban visszaindulni. Majd tavasszal, mondta sértődötten. De akkor hogyan jutunk haza? Kérdezte riadtan a két lány. Teknős hátom, gyertek, elviszlek titeket, szólt váratlanul egy hang a hullámok közül. Ugri és Szellő így a teknős hátán utaztak hazáig. Amikor megérkeztek, megköszönték a segítséget, és elbúcsúztak a teknőstől. Másnap Ugri és Szellő megmutatta Bogyónak és Babócának a sok szép kagylót, amit gyűjtöttek. Készítsünk valamit a kagylókból, javasolta Bogyó. Jó, de mit? Kérdezte Szellő. Tudom már, készítsünk egy dobozt Bagoly doktor kincseinek, kiáltott Ugri, és nyomban munkához láttak. A Bagoly nagyon örült a doboznak, és óvatosan beletette a sok kedves tárgyat. A kavicsot, a tobozt, a gesztenyét, a préselt virágot, a ceruzát, a rajzokat és a falovacskát.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Kicsik és nagyok. Két focipálya volt az óvoda kertjében. A fenyő mellett a kicsik játszottak, Gömbi, a virágbogár volt a csapatkapitány, a kis szúbogár a kapus, a hangyafiúk a csapattagok. A tölgyfa árnyékában pedig a nagyok rúgták a labdát, Vendel a szarvasbogár, Baltazár a méhecske, Döme a krumplibogár és Bogyó a csigafiú. A kicsik egy pöttyös gumilabdával fociztak, a nagyoknak igazi focilabdájuk volt. Egy őszi napon Baltazár felkapta a kicsik pöttyös labdáját, és trükközni, cselezni kezdett vele. Ide nézzetek, mondta gőgösen. Add vissza, az a miénk, zúgolódott Gömbi. Ugyan már, csak megmutatom, milyen magasra tudom felrúgni. Nagy zolt Baltazár, és jókorát rúgott a gumilabdába. Akkorát, hogy a labda kipukkadt. Akkor most egyetlen labda maradt. Délelőtt a kicsiké lesz, délután a nagyoké, rendelkezett az óvónéni. De a nagyok folyton elvették a labdát a kicsiktől. Máskor pedig a kicsik csenték el a nagyoktól, és megállás nélkül veszekedtek. Nem játszotok együtt? Kérdezte a fiúktól Babóca. Együtt? Soha! A kicsik nyafogósak és ügyetlenek, harsogta Vendel a szarvasbogár. A nagyok pedig undokok és lögdösödnek, vágta rá a kis hangyafiú. Ne civakodjatok, játszatok inkább egy meccset, kicsik a nagyok ellen, javasolta Ugri a szöcskelány. Hogyan győzhetne négy kicsi négy nagy ellen? Háborgott a szúbogár. Jól van, akkor Ugri és én beállunk a kicsik csapatába. Így mi hatan leszünk, a nagyok pedig csak négyen. Így jó lesz? Kérdezte a Katica lány. Jó, egyezett bele mindenki. A mérkőzés elkezdődött. Vidáman fociztak együtt, észre sem vették, hogy elszaladt a délután. Gömbi szemfüles góljával végül a kicsik nyerték a meccset 5-4-re. Akkor holnap találkozunk, mondta a nap végén Baltazár Gömbinek, a kis virágbogárnak. Játszhatnánk egy visszavágót. A visszavágót meg is tartották másnap. A nagyok most 4-3-ra legyőzték Gömbiéket. Nem is olyan ügyetlenek a kicsik, dünnyögte Vendel, és a két csapatkapitány kezet rázott. Egy reggel új fiú érkezett az óvodába. A kis bolha magával hozta csíkos gumilabdáját is, és megengedte, hogy a kicsik játszanak vele. Így Gömbi csapata visszatért a fenyőfához, a nagyok pedig maradtak a tágasabb pályán. Néha játszottak együtt is, de ilyenkor inkább nem számolták a gólokat.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Bogyó rajza. Egy borús délelőttön Babóca, a katicalány, elővette az ecseteit és a festékeit. Szivárványt fogok festeni, döntötte el. Jó, helyeselt Bogyó, én meg egy virágcsokrot. Mindketten munkához láttak. Babóca nagy gonddal húzta egymás alá a szivárvány csíkjait, és Bogyó is sokat dolgozott a virágcsokorral. Festett bele 3 tulipánt, 1 harangvirágot és 1 százszor szépet. Már csak a szalag hiányzik, és kész is van. Sietnem kell, délután átjön hozzám Vendel, Baltazár és Gömbi. Kártyázni fogunk. Igen ám, de ekkor Babóca véletlenül meglökte az asztal közepén álló poharat, és a víz mind ráömlött Bogyó rajzára. A szép színes kép szétfolyt, a vonalak elkenődtek. Babóca, tönkretetted a rajzomat! Ne haragudj, nem akartam, véletlen volt! Sírdogált a katicalány. De akkor is tönkrement! Duzzogott Bogyó, és nagy dérrel-durral kilépett az ajtón. Hazamegyek! Várj, Bogyó, próbáljuk meg kijavítani! Szólt bizonytalanul Babóca, de a csigafiú vissza sem nézett. Közben eltűntek a szürke felhők, és kitisztult az ég. Amikor Bogyó hazaért, kitette az elázott képet a napra. A rajz hamar megszáradt, de hullámos és foltos maradt. Bogyó bánatosan nézegette a képet. Végül nagy sóhajtással félredobta az ágyra. Mindjárt megérkezik Baltazár, Vendel és Gömbi. Ideje rendet raknom. Hamarosan nyílt az ajtó, és beléptek a kis barátok. Ha-ha, Bogyó! Megjöttünk! Elhoztuk a kártyákat is! Gyertek be! Hívta őket a csigafiú, és mind asztalhoz ültek. Baltazár megkeverte a lapokat, Vendel osztott, és már is belekezdtek az első körbe. Gömbi hamar kiesett. Ahogy körbejárt a szobában, észrevette az ágyon heverő képet, kézbe vette, és megcsodálta. Na hát, Bogyó! Ez gyönyörű! Te rajzoltad? Kérdezte kíváncsian. Bogyó meglepődött és zavartan válaszolt. Igen, én rajzoltam. Mind kérdezgetni kezdték Bogyót. Te találtad ki? Megmutatod, hogyan készül? Faggatta Vendel. Hogyan lett ilyen szép, különleges? Kérdezte Baltazár. Bogyó legyintve megszólalt. Igen, én találtam ki, igazán nem nagy ügy. Szívesen megmutatom nektek, hogyan kell ilyet készíteni. Ekkor belépett a házba Babóca. Egy nagy tál süteményt szorongatott a kezében, és félénken átnyújtotta Bogyónak. Ezt neked sütöttem, Bogyó, ne haragudj, hogy tönkretettem a rajzod. A többiek értetlenül meredtek Bogyóra. Dünnyögött Baltazár. Akkor nem is te találtad ki? Hát jó, nem is én találtam ki. Teljesen véletlenül sikerült így. Kezdte Bogyó. Babóca leöntötte a rajzot, szétfolytak a színek, és ilyen furcsa lett a kép. Kitettem megszáradni, végül úgy döntöttem, hogy megtartom, és nem dobom ki. Jó, hogy nem dobtad ki, nekem adod. Egy virágbogárnak igazán jól mutatna a falán egy ilyen szép virágcsokor. Lelkendezett Gömbi. Hát persze, neked adom, Gömbi, szólt nevetve Bogyó. Sajnálom, hogy olyan dühös voltam, kezdte a csigafiú. Nem haragszom, Bogyó. Elhoztam a szivárványos rajzomat, neked adom. Köszönöm, Babóca. Nagyon örülök. Ki is teszem a falra. Nincs kedved beállni kártyázni? Kérdezte a csigafiú Babócát. De igen, szívesen. És közben együk meg a sütit is, kiáltotta vidáman a katicalány.
Bugyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bugyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bugyó és babóca, két jó barát kalandja. A szélmalom. Egy nyári napon Bogyó és Babóca a malom közelében tollaslabdázott. Egyszer csak sírdogálást hallottak. A malom felől jön a hang, állapította meg a csiga fiú. Elindultak a hang irányába, és hamarosan megérkeztek a malomhoz. A tövében összekuporodva üldögélt a molnárbogár, és sírdogált. Mi történt? Miért sírsz? Kérdezték tőle. A vihar megrongálta a malom kereket. Tönkre ment, nem tudom megjavítani, panaszolta a molnárbogár. Hívjuk ide a többieket. Vendelnek van fűrésze, Baltazárnak kalapácsa, biztosan kijavítjuk együtt, gondolkodott Babóca. Jó, szipogott a molnárbogár. A katicalány már repült is, hogy szóljon a barátainak. Nem sokára megérkezett Vendel, Baltazár, Szellő, Döme, Gömbi és Egon. Hozzáláttak, hogy helyrehozzák a megrongálódott malomkereket. Két napig dolgoztak szorgalmasan, és a második nap végére készen is lettek. Hurrá! Olyan, mint újkorában, lelkendezett a molnárbogár. Holnap beindítom a malmot, készítek lisztet, és sütök belőle friss kenyeret nektek. De a következő nap nem indult ilyen vidáman. A szél sehogy sem akart fújni, a szélmalom kereke pedig nem forog szél nélkül. A molnárbogár újra sírni kezdett. Jól van, ne sírj már, majd mi hajtjuk egy kicsit. Hát, ha közben feléled a szél is, javasolta Vendel, és ezzel mind egyetértettek. A hat lapátot heten hajtották. Vendel, Baltazár, Gömbi, Babóca, Döme, Szellő és Egon. Körbeforgatták újra és újra, de hamarosan elfáradtak. Nem lesz kenyér, jajongott a molnárbogár. Majd én szólok a szélnek, hogy fújjon, határozta el Szellő, és felröppent a magasba. Szelíde megszólította a szelet. Kedves szél, kérlek fúj nekünk egy keveset, mert nem forog a szélmalom kereke, és a molnárbogár egyre csak sírdogál. A szél elcsodálkozott, dünnyögött magában valamit, aztán fáradtan lejjebb ereszkedett. Mély levegőt vett, és fújni kezdte a malomkereket. A kerék mozgásba lendült, végre őrölni kezdett a malom. A molnárbogár beöntötte a garatba a búzaszemeket, a malomkövek pedig megőrölték. Alul, a lisztes ládában egyre csak gyűlt a fehér liszt. A szélmalom kereke vidáman pörgött, meg sem állt egészen addig, míg a szitakötő oda nem intett a szélnek. Köszönjük, elég is lesz, mondta hálásan, és a szélfelleg visszakúszott a magasba. Amikor kész lett a liszt, a molnárbogár nekilátott kenyeret dagasztani. Betette a veknit a kemencébe, és türelmesen várt, amíg kisült. Amikor ropogósra pirult a teteje, kivette és felszeletelte. Szeleteket megkenték vajjal, lekvárral, tejföllel, és addig lakmároztak, míg a kenyér az utolsó morzsáig el nem fogyott.
Bugyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bugyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bugyó és babóca, két jó barát kalandja. A holdbogár. A holdbogár egy holdalakú házikóban lakott. Holdalakú csáp ingott a fején, és holdalakúak voltak a szárnyai. De nem tudott repülni, ahhoz túl vékony kis szárnyak voltak. Szívesen üldögélt a fűben, és a felhők formáját figyelte. A lábai is gyengék voltak, így nem csak repülni, hanem járni sem tudott. De Pókocska mindenben segített neki. A holdbogár beleült a holdalakú gurulós fotelbe, és rövid sétákat tettek együtt. Ha a holdbogár éhes volt, Pókocska odatolta őt az asztalhoz. Éjjelenként pedig megigazította rajta a takarót. Pókocska sosem hagyta magára a holdbogarat, mindig tudta, mikor, miben van szükség segítségre, és azt is tudta, hogy mikor nincs. Hosszabb utakra azonban a holdfotel már nem volt alkalmas. Nagyobb utakra a holdbogár mindig régi barátja, a százlábú segítségét kérte. Így mentek gombászni az erdőbe, így mentek el gyakran a bábszínházba is. És így mentek szamócát szedni nyár elején. A százlábú örömmel vitte a hátán a holdbogarat. De egy nyári napon a százlábú levelet kapott. Ide néz, mondta izgatottan a holdbogárnak. Ez Mókus Regőtől jött. Arra kér, hogy látogassam meg. Holnap indulok is. És velem mi lesz? Kérdezte szomorúan a holdbogár. Hogyan megyek el holnap Alfonz hegedű koncertjére? Várj, kitalálunk valamit, dünnyögte a százlábú. Bár csak önállóan segítség nélkül is el tudnék menni a koncertre, sóhajtott a holdbogár. Tudom már, mi volna jó, ha lenne egy olyan széked, amit te magad tudsz hajtani. Egy guruló szék. Egy kerekes szék, ismételgette a holdbogár. Igen, az jó volna. A százlábú ceruzát ragadott, és nyomban tervezgetni kezdte a szerkezetet. Amint a terv elkészült, átmentek együtt Döméhez. A krumplibogár nagyon ügyesen barkácsolt, bármit el tudott készíteni. Döme tanulmányozta a rajzot, és már is munkához látott. Hozta a szerszámait, alkatrészeit, fúrt, faragott, kalapált. Délutánra el is készült a székecske. Ülj bele, próbáld ki, mondta Döme, és belesegítette a székbe a holdbogarat. Most próbáld meg hajtani, biztatta a százlábú. A holdbogár óvatosan megtekerte a kerékre rögzített karikát, és a szék elindult. Hurrá! Ujjongott Döme. Nekem ez lesz a lábam, sukta egészen halkan a holdbogár, és mosolygott. A napsugár pedig szelíden megsimogatta a gyenge lábacskákat. Egészen estig gyakoroltak. A holdbogár lassacskán megtanulta irányítani, gyorsítani, lassítani és megállítani a széket. Másnap a holdbogár önállóan egyedül indult el a tücsök koncertjére. Vigyázz magadra! Jáltott utána aggódva a Pókocska. A többiek meglepődve szaladtak a holdbogár elé. No hát, egyedül jöttél! Kérdezte Bogyó, és kíváncsian csodálta a széket. Igen, teljesen egyedül, vágta rá büszkén a holdbogár, és mindent elmesélt az új szerkezetről. Hamarosan elkezdődött Alfonz koncertje. Sokan eljöttek, hogy meghallgassák. A koncert után Bogyó és Babóca hazakísérte a holdbogarat. A Pókocska már az ablakban üldögélt, és izgatottan várta a barátját.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Lepke lányok. Egy tavaszi napon Pihe, a lepke lány, virágot szedett a mezőn. Koszorút font belőle, és feltette a fejére. Egyszer csak szokatlan, csilingelő nevetést hallott. Nézett jobbra, nézett balra, de nem látott senkit. Hirtelen aztán előszállt a fa mögül 7 lepke lány. Gyere velünk, mondták nevetgélve. Jó, mondta Pihe, és a nyomukba eredt. A lepke lányok szépek voltak, de szörnyen szeszélyesek. Megtréfáltak mindent és mindenkit, aki csak az útjukba akadt. Először is Alfonzt. Add vissza a hegedűmet, kiáltotta a tücsök, mert az egyik elsuhanó lepke lány kikapta a kezéből a hegedűt, és magasra szállt vele. Muzsikált is rajta egész ügyesen. Add vissza! Dühöngte újra Alfonz. A lepke lány átadta a hangszert a másik pillangónak, az a harmadiknak, a bolondját járatták a tücsökkel. Pihének nem tetszett, hogy gonoszul megtréfálták a barátját. Végül a lepkék kacagva visszaadták a hangszert, és tovasszálltak. Megpihentek egy virágzó fán, és illatos színes virágporral tömték tele a zsebeiket. Amikor tovább indultak, elrepültek a tollas labdázó fiúk felett. Oda néz, Vendel! Mondta Döme. De gyönyörűek! Baltazár, Gömbi, Döme és Vendel szájtátva merett az égre, bámulták a szépséges tüneményeket. De nem örültek sokáig, a lepke lányok kifordították zsebeiket, és rászórták a virágport a fiúkra. Csak úgy prüszkölt a sok bogárka odalenn. A lányok meg kacagtak, csak úgy csengett a nevetésük a szépben. Olyan gyorsan repültek tovább, hogy Pihe alig bírta tartani az iramot. Várjatok! Mondta kifulladva, és leült egy orgona bokor tetejére. Gyere, tarts velünk! Átrepülünk a hegy túloldalára, egészen a vízesésig. Mese szép, majd meglátod! Csilingelt az egyikük. Nem, nem megyek veletek! Szólt határozottan Pihe. Én itt lakom, szeretem a barátaimat, nem tréfálom meg őket, sosem piszkálom a társaimat. Menjetek csak, de én maradok, ide tartozom. Hát jó, akkor ég veled! Kiáltottak a kipirult lepke lányok. Tovább röppentek újabb tájakra, elkápráztattak szépségükkel, hogy megtréfáltak mindenkit, akivel csak találkoztak. Sokáig nézett utánuk, majd mosolyogva elindult hazafelé. De mielőtt hazaért volna, meglátogatta a tücsköt. Örömmel látta, hogy Alfonz ismét gondtalanul hegedül. Vendel, Baltazár, Döme, Gömbi és Bogyó ugróiskolázott. Vidáman hívták Pihét is, hogy álljon be közéjük. A lepke lány megnyugodva látta, hogy le tudták mosni magukról a ragacsos virágport.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Buborékok. Ugri, Szellő, Bogyó és Gömbi azon versengett, ki tud nagyobb buborékot fújni. Hű, mekkora buborékok! Ugri a legügyesebb! Lelkendezett Gömbi. A szöcskelány egyre nagyobb és nagyobb buborékokat fújt, a többiek pedig megtapsolták. Hamarosan megérkezett Kelemen, hátán Babóca is, sárga hátú rokonával, Katicakatával. Mi is beállhatunk? Kérdezték. Bogyó már is Babóca felé nyújtotta a buborékfújókat, és a két katica fújni kezdte az apró gömböket. Oda nézzetek! Mekkora buborék! Kata buborékja Ugriénál is nagyobb! Ugrándozott Gömbi. Ugri sértett pillantást vetett Katára, és újra fújni kezdte a fúvókát. Szép nagy gömböket fújt, de nem akkorákat, mint Kata. Ügyes katica lány vagy, te fújtad ma a legnagyobb gömböket. Dicsérte meg Katát Kelemen. Kata nem is igazi katica, sárga a háta. Át kellene festeni pirosra. Ugri, csúnya dolog csúfolódni, különben is csak azért csúfolódsz, mert Kata nagyobb buborékot fújt nálad. Kata sírni kezdett. Jaj, Ugri, most megbántottad Katát. Gyere, segíts megvigasztalni. Inkább hazamegyek. Vágta rá Ugri, és ott hagyta a többieket. Ugyan, nem is úgy gondolta. Tudod, csak a buborékok miatt volt ilyen goromba. Ugri közben hazaérkezett, de sehogy sem találta a helyét. Leült enni, de nem esett jól az uzsonna. Rajzolgatni kezdett, de folyton elrontotta. Határozta, hogy inkább sétál egyet. Épp arra repült Kelemen a kanári, és meglátta a szöcskelányt. Nem akartam megbántani Kata, szipogott Ugri. Tudom, mosolygott Kelemen, és szárnyával átölelte a sírdogáló szöcskelányt. Nem szabad csúfolódni. De én nem is úgy gondoltam. Kata is igazi katica, és szép a sárga szárnya is, sírdogált Ugri. Mondd meg ezt neki, csak így egyszerűen, ahogyan nekem is elmondtad. Ugri eldöntötte, hogy megfogadja Kelemen tanácsát. Elindult, hogy elmondja Katának, nem akarta megbántani. De amikor megérkezett, csak ennyit mondott. Mit csináltok? Kirándulni megyünk a tóhoz, felelte Kata. És már is megérkezett Sünsuma a gesztenye fogattal. Babóca és Kata beugrott a fogadba, és már indultak is. Ugri csalódottan integetett utánuk. Másnap ismét nekirugaszkodott, hogy kibéküljön Katával. Kata a tóparton üldögélt. Szia, Kata! Kezdte. Szeretnék valamit mondani. De mire belekezdett volna, megérkezett a barlangi pók. Most mennem kell, Ugri, a százlábú vár minket, majd holnap elmondod, jó? Mondta Kata, felpattant a pók hátára, Babóca is pihe mellé, és elsiettek. Miért lógatod az orrod? Kérdezte Gömbi. Szeretnék kibékülni Katával, de sehogy sem sikerül. Ne szomorkodj, gyere be! Majd kitalálunk valamit, már van is egy ötletem. Szerintem adj valami apróságot Katának. Tudom már, nekiadom a buborékfújómat. Kiáltott Ugri, és örömében megölelte a virágbogárkát. Ugri, amint hazaért, becsomagolta a buborékfújót, és alig várta, hogy átadhassa ajándékát a sárga katica lánynak. Amikor lemenőben volt a nap, átsétált a pöttyös házhoz. Babóca, Kata, Szellő és Bogyó épp virágot ültetett a ház elé. Nagyon szép virágok, segíthetek én is? Persze, gyere csak, megmutatom, hova milyen virágot ültetünk, magyarázta Babóca. Kata, ezt neked hoztam, hadarta Ugri, és átnyújtotta a csomagot a sárga hátú katicának. Butaság volt azt mondani, hogy nem is vagy igazi katica. Kata kibontotta a csomagot, és elmosolyodott. Egy buborék fújó. Köszönöm, Ugri, nem is haragszom már.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Lámpások. A Szent János bogarak a foágon himbálózó gömbházban laktak a hegytetőn. Egy nyári reggelen arra ébredtek, hogy a ház leng, mint egy óriási hinta. Szélvihardul odakint, a szél lengeti a házat, mondta riadtan az egyik Szent János bogár. Meg kell állítanunk, mert leszakad, szólt a másik, de már késő volt. A kötél elszakadt, és a ház zuhanni kezdett lefelé. Kiáltották a Szent János bogarak, és villámgyorsan kiröppentek az ablakokon. Senkinek sem esett baja, de a ház összetört. Az erdő lakói összesereglettek a nagy hangzavarra. Összetört a házunk, sírt a legkisebb Szent János bogár, és odabújt babócához. Majd építünk nektek új házat, ajánlotta Baltazár. A legnagyobb baj az, hogy összetörtek a lámpásaink, állapította meg a rangidős bogárka. Majd megragasztjuk valahogy, csóválta a fejét Bogyó. Nem, Bogyó, nem lehet megragasztani. El kell mennünk a nagy világító bogárhoz, csak ő adhat új lámpásokat, szögezte le a Szent János bogár. Mikor indulunk? Kérdezték a többiek. Most, azonnal. A Szent János bogárkák útra keltek. Jó utat, kiáltotta Bogyó és Babóca. A bogárkák 3 napon át repültek. Az első éjszakát egy gombakalapja alatt töltötték. Második éjszaka behúzódtak egy barlangba. Harmadnapra pedig megérkeztek a világító bogárhoz. Az öreg bogár háza épp olyan volt, mint a Szent János bogarak lámpása, csak sokkal nagyobb. A világító bogár lassan nyitotta ki az ajtót, nehezen mozgott, hajlott hátán 2 ezüst színű szárny csillogott. Hosszú sipkát viselt, és földig ért a szakálla. Olyan volt, mint egy varázsló. Gyertek be! Dünnyögte. A Szent János bogarak elmesélték, hogyan zuhant le a házuk, és hogyan tört el a sok lámpás. Igen, így volt, csak te tudsz segíteni. Jól van, segítek. Adok nektek új mécseseket, de vigyázzatok rá, csak kevés erdőlakó tud világítani az éjszakai sötétben. Óvatosan egyenként átadta a lámpásokat a Szent János bogaraknak. Fogjátok, mondta, majd mindre rásuhintott a bottyával. A suhintástól fény gyúlt a lámpásokban. De szépek, köszönjük, ígérjük, hogy vigyázni fogunk az új lámpásokra. Lelkendeztek a bogárkák, és már ki is röppentek a házból. Hol fogunk lakni? Hova megyünk, ha hazaérünk? Kérdezgették egymást tanácstalanul. De nem kellett sokat törniük a fejüket. Ha-ho, ha-ho, gyertek erre, itt az új házatok! Kiáltotta egyszerre Bogyó, Babóca, Baltazár, Pihe, Vendel és a többi erdőlakó. Beépítettük nektek a faodót, lelkendezett Bogyó. Igen, ablakokat és ajtót is tettünk rá, folytatta Pihe. Így már biztosan nem zuhan le többet a házatok, tette hozzá Baltazár. Köszönjük, mondták a Szent János bogarak, és fáradtan nyugovóra tértek új hajlékukban. Befeküdtek a 15 ágyba, és már is elnyomta őket az álom.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Tündérkártya. Pihének a lepkelánynak volt egy kedvenc kártyajátéka. 16 lapból állt, minden lapon szebbnél szebb tündérek pompáztak. Sárga, sötétkék, rózsaszín, zöld, narancssárga, piros, lila és világos kék színű ruhában. Minden lapból volt két ugyanolyan. A lányok sokat játszottak a tündéres memória kártyával. Egy napon Vendel a szarvasbogár otromba cselt eszelt ki. Össze kéne firkálni a kártyákat, gondolta magában Komiszul, de nem merte megtenni. Ezért inkább rávette Baltazárt, hogy csúfítsa el a kártyát. Baltazár, figyelj, milyen jó vicc volna telefirkálni Pihe tündér kártyáit. A méhecske cinkosan kuncogott, és neki látott, hogy sötétzöld filctollával kipingálja a képeket. Bajszot, ördögszarvat, vasvillát és ördögfarkincát rajzolt a képekre. Amikor délután a lepkelány meglátta kedvenc kártyáját, rémülten kiáltott fel. Mi történt a kártyámmal? Kérdezte kétségbe esetten. Pihe keservesen sírni kezdett. No hát, milyen gonosz dolog! Ki tehette ezt? Kérdezte méltatlankodva Babóca. A társaság némán állt Pihe körül, de senki sem válaszolt. Én tudom, ki tette. Sötétzöld filctolla csak Baltazárnak van, szólt mérgesen Szellő. Látom is a zöld foltot a kezeden, mondta a méhecskének. Baltazár, te voltál? Kérdezte dühösen Bogyó. Az nem is úgy volt. Hát hogy volt? Vendel a hibás, az ő ötlete volt. De nem én firkáltam össze a lapokat. Pihe csak zokogott és befúrta magát mókusregő ölelésébe. Az is hibás, aki kitalálta, és az is, aki megtette, mondta szigorúan mókusregő. Mindketten hibásak vagytok. Fiúk, ez buta vicc volt. Olyan, mintha mi kipukkasztanánk a focilabdátokat, tette hozzá halkan Szellő. Ti is szomorúak lennétek. Igazatok van, ismerte be Vendel. Figyelj, Pihe, elvisszük a kártyákat, és megpróbáljuk eltüntetni róla a firkákat, jó? Jó, szipogta a lepkelány. Vendel és Baltazár hazakullogott, és nyomban nekiláttak, hogy helyrehozzák az elcsúfított kártyalapokat. De minél jobban igyekeztek, annál nagyobb lett a baj. A radír felsértette a papírt, és a lapok kiukadtak. Bogyó, segíts! Nem sikerült eltüntetni a firkákat! Nézd már, ki is lyukadt a közepe a sok radírozástól! Persze, a filctollat nem lehet kiradírozni. Gyertek, kérjünk tanácsot Babócától! Babóca, segíts! Nem tudjuk errehozni a tündérkártyát! Nem segítek! A ti ötletetek volt, nektek kell kijavítani! Ne legyél igazságtalan! Inkább segíts, mert Vendel és Baltazár szeretnék jóvá tenni a bajt! Jól van, gyertek be! Szólt Babóca, és a három fiú leült az asztalhoz. Ezt sajnos nem lehet megmenteni! A fiúk szótlanul lógatták az orrukat. Mást kell kitalálnunk, már tudom is, hogy mit, készítsünk új kártyát. Babóca fehér kartonpapírokat tett az asztalra, és elővette a filctollait. A fiúk kivágták a lapokat, Babóca pedig megpróbálta lemásolni a tündéreket. Baltazár és Vendel óvatosan, nagy gonddal kiszínezte a rajzokat. Mind a 8 tündér elkészült, és persze mindből 2. Nagyon szépen rajzolsz, Babóca! Tessék, adjátok oda Pihének, és kérjetek bocsánatot! Ha-ho, Pihe! Nézd, készítettünk neked egy új kártyát! Babóca rajzolta, és mi színeztük! Ne haragudj ránk, Pihe! Pihe végiglapozta a kártyákat, és mosolygott. Köszönöm! Mondta, és beljebb tessékelte a fiúkat a házba. Hamarosan megérkezett Bogyó, Babóca és Szellő is. Késő estig együtt kártyáztak az új paklival. Nyoma sem volt már a rossz kedvnek.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Óriás kerék. A hangya királynő sokáig betegeskedett. Úgy meghűlt, hogy hetekig nyomta az ágyat magas lázzal. Amikor végre meggyógyult, a hangyák elhatározták, hogy meglepik a királynőjüket, és megünneplik a gyógyulását. Törték a fejüket, míg az egyikük felkiáltott. Építsünk egy óriás kereket oda, a nagy dombra. Szép lassan körbeforogna, és a tetejéről látni lehetne az egész erdőt. Hű, ez jó ötlet, de nincs sok időnk rá. Bizony, nincs sok időnk, 6 nap múlva vasárnap, és a királynő újra végigjárja majd az erdőt a gesztenyefogaton, addigra készen kell lennünk. A hangyák serege munkához látott. A terv alapján fűrészelni, barkácsolni kezdtek. Serényen dolgoztak, és az építmény napról napra nőtt. De hamarosan eljött az utolsó nap, és az utolsó este. Nem leszünk készen, mondta lemondóan az egyikük. Hívjunk segítséget, szólt a másik, és nyomban szétkürtölték a hírt az erdőben, hogy aki csak tud, jöjjön segíteni. Eljött Bogyó, Babóca, a Barlangipó, Vendel, Baltazár, Ugri és Döme is. De hiába iparkodtak, az idő egyre fogyott. Köszönjük, hogy eljöttetek, de sehogy sem leszünk készen holnap reggelig. Sokkal több segítségre lenne szükség. A hold látta ezt a magasból, és megsajnálta a hangyákat. Füttyentett egyet, és az álmos csillagok egyszeriben a hold köré gyűltek. Az erdő kis lakói tátott szájjal csodálkoztak, és örömükben újra frissült erővel munkához láttak. Csillagok segítségével ripsz-ropsz készen lett az építmény. A hangyák motort is fabrikáltak hozzá, a motor pedig szép lassan körbeforgatta a hatalmas fakereket. Amikor elkészült, mindenki kipróbálta. Köszönjük, hold! Köszönjük, csillagok! Kiáltották a hangyák, de addigra az ég lakói már újra fényesen csillogtak a távolban. Másnap reggel a hangya királynő beült Sünsom a gesztenyefogatába, és útnak indult, hogy bejárja az erdőt. Amikor a nagy dombhoz érkeztek, a lélegzete is elállt a csodálkozástól. Neked építettük, harsogták egyszerre a hangyák. Mindent elmeséltek, mi, hogyan történt, és hívták a királynőt, hogy szálljon fel a kerékre. Nem is kellett kétszer hívni, boldogan felült, és körbefordult újra meg újra.
Bogyó és babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Évszakmanók. Egy télvégi napon a három szúbogár dühösen kopogott Ugri ajtaján. Farsangra királyfinak szerettünk volna öltözni, de a három bolha is királyfi lesz. Ez így már nem jó. Már készen volt a koronánk, a palástunk is, de nem vesszük fel. Segíts kérlek, nincs valami ötleted? Milyen jelmezbe bújjunk? Harsogták egyszerre. Lehetnétek esetleg három hógolyó, hiszen minden csupa hó odakint, nem nehéz elkészíteni? Á, ez nem jó, Ugri! Azonnal elolvadnánk, amint belépünk Boltozár házába. Percek alatt csak egy nagy víztócsa maradna belőlünk. Akkor legyetek három evőeszköz. Egy kés, egy villa és egy kanál. Nem kell más hozzá, csak ezüstpapír. Ez nagyon jó, Ugri, de nincsen ezüstpapírunk, és holnapig már kevés az idő, nem tudunk szerezni. Egyszerűbbet kell kitalálnunk. Akkor mit szóltok a tevéhez? Az épp három személyes jelmez, egy fej és két púp. Igen, de tavaly a bolhák is tevének öltöztek. Így már nem az igazi. Újat kell kitalálnunk. És te mi leszel, Ugri? Kérdezték a szúbogarak. Nem is tudom, még nem találtam ki, tétovázott a szöcskelány. Akkor készítsünk közös jelmezt négyen, javasolták a fiúk. Jó, de mi legyen az? Négy virág? Vagy négy ördög? Lehetnénk négy csillag, vagy négy bolygó is, sorolták a szúbogarak. Ez nem elég jó. Olyan kellene, amiből tényleg négy van. Csak négy, se több, se kevesebb, mondta a szöcskelány. Tudom már, kiáltott Ugri, a négy évszak. Igen, ez nagyon jó, ugrándoztak a szúk. Évszakokból tényleg négy van. Ugri lesz a tavasz, mert az lányos, mi pedig beöltözünk nyárnak, ősznek és télnek. Munkához is láttak. Ugri rózsaszín ruhácskát vart magának, feldíszítette fehér virágokkal. A fejére rózsaszín virágkoszorút rakott. Olyan szép volt, hogy a szúbogarak mind elpirultak, amikor meglátták. A három fiú jelmeze gyorsan elkészült. A nyár zöld ruhát öltött, a hasán mosolygott a nap, a sipkáját falevél díszítette. Az ősz sárga színben pompázott, és színes falevelek csüngtek rajta. A tél ruhája kék volt, sok-sok fehér hópihével. Másnap izgatottan indultak Baltazárhoz a farsangi mulatságra. A méhecske tűzoltónak öltözött. Vidáman üdvözölte Ugrit és a szúbogárkákat. Na hát, megjöttek az évszakok! Hamarosan mindenki megérkezett. Döme répának öltözött, Gömbi rakétának, Dorottya vízcseppnek. Lili madárjelmezt viselt, Szellő buszjegy lett. Egon kockacukor, Pihe banán, Babóca szaloncukor, Patrik pedig pulikutya. Az erdő kis lakói kiválasztották, ki a legszebb jelmez. Ki más nyert volna, mint a négy évszak. A második helyezett Vendel szivárvány jelmeze lett. A dobogó harmadik fokát pedig a két csiga foglalhatta el. Bogyó és Csiga Csaba mozdonynak öltözött. Nagy volt az öröm. Még a három bolha király is gratulált a győzteseknek.